A zenebar egy gaming piac, srácok, ahol több mint 20 ezer digitális terméket tudsz megvásárolni. Legyen szó magáról a játékról, előfizetésekről, giftkárdokról, és a többi, és a többi. Hétről hétre rengeteg akció, akár új, akár régi termékekre. Gyors support, akik 0-24-ben várják a problémáitokat, és készségesen segítenek, illetve ha valaki nem bízne ebbe az egészben, akkor csak csekkoljátok a Trustpilotnak az értékeléseit. Átván! No! Unique Permanent Upgrades, igen, igen, Transform, igen. Úristen, azt a mindenit. Jézusom, megérkeztünk, gyerekek. Csekkoljuk, amit ilyenkor csekkolni szokás. Rule Breakers Breakout. Micsoda? Új játékmód, amiben nyerni kell 6 meccset. Csak gólt kell rúgni, nyerni nem is kell. Rule Breaker Rush. Ha nézzük ezt a Paulinho-t. Hát, el van osztva a dribbling, a fasz tudja. Ha valami jó maestrót, vagy nem is tudom, valami jó dribbling növelőt kell rádurrantani. Na, snipert. De várj, mit kell csinálni? Mert ezt mindig el szoktam mondani, hogy 6 darab assist. Crosses! Oh, bullshit, szar. Oh, 5 óra lesz chat, mire ezt megcsináljuk. 6 beadás. 7 gólt kell rúgni brazil játékossal, assziszt és gól Bundesligással, fülkrúg, bottom fülkrúg, nyomod. 3 meccset kell nyerni, úgyhogy minimum 3 darab Bundesligás és 3 darab brazil van a csapatba. Correct milestone, van-e valami új? Ezeket már láttuk? Oké. Okay. Legalább nem separating, hogyha esetleg összefogsz valakivel, aki éppen az ellenfeled, akkor azt meg lehet pukkantani. Romain Favre, bánat tudja, hogy kell mondani az öcsköst. Most hallottam erről az emberről. Erem kártya, aki tud játszani camot is, és ervét is. Hát camként, amúgy camként okés. Semmi extra. 84, nem egy drága dolog, nem tudom, szerintem ez nem tudom, ilyen közepes. Szerintem mivel nem egy ilyen 1x1 metak, bár tudja, az outside of flat, azt tudja. Ez kipróbálós lap, már nem tudom, hogy ez mit tudhat. Volt. Oké, volt. Hát ennyi, ez mindaz. Ez történt, kaptunk egy Fiverr. Itt vannak a kollégák, ugye mindegyiket tudtuk, kivéve az Aurelio Butát, ugye ő nem volt benne abban, amit mutattam délután, de hát nyilvánvaló, hát ezt gondolhattuk, hogy a Ronaldónak nincsen egy fake kártyája, most megérkezett, úgyhogy ha esetleg Portugált nyitsz, ne örülj előre. Ezen kívül franciából is csak egy van, olaszból is egy van, az AH-ból is egy van, angolból tök minél még egy, mind a kettő tök oké, és szerintem spanyolból tök jó, hogy a Navas végre kapott egy kártyát, ami nem izé 22 kilós és van fizikája. Mindegyik más lap szerintem tök jó. Egyedül az Aurelio buta, ami kicsit ilyen, hát ilyen buta. Még az a Frankowski is amúgy tökre okés, hogyha francia ligás gárdád van. Tök jó kis gárda. Tényleg. Lehet ezzel azért kezdeni ezt a tavaszt. Na jó, chat. Nos, srácok, Rule Breakers Event mini release, illetve egy-két finomság itt, hát vasárnap per hétfőre. Ugye, ami új lap, a Leon Bailly-nak van egy RM kártyája, ami egy elég masszív kis boostot kapott. Nem is annyira drága, nem használtam. Szerintem amúgy semmi extra. Okés lehet egy premes gárdában nyilván. Aztán kapsz egy teljest, ami nagyjából ilyen 120k coinba kerül. Szerintem ez tök okés ez a kártya. Tényleg mindent tud, picit hülit gang. Hogyha spanyol ligád van, vagy tényleg be tud építeni, akkor maximálisan azt gondolom, hogy okés lehet. Csikárditoról nem beszélnék, 10k coin MLS. Robertone kártya, srácok, 70 ezer coin, ne tévesszem meg, a 84 brutál statokkal van, 97 agility, gyors, 91 standing tackle, 93 sliding tackle, 90 stamina, 94 jumping, nagyon durván néz ki ez a lap. Én mindenképpen kipróbálnám CM-be vagy CDM-be, mert iszonyat betegül néz ki ez a csávó. Szerintem a egyik leghiddenebb lap így a játékban jelenleg, úgyhogy szerintem óriásit mehet, de ki kell próbálni. Illetve érkezett egy Icon SBC, a 84-es és egy 6-os gárdát kér érte az eSports, hát mi elnyitottuk ugye streambe, hát TikTokon látjátok az eredményét valószínűleg, de elmondom, hogy egy kín. Egy Roy Keane, hála Isten. Hát figyelj, hogyha van rá fölösleges 130 ezer coinod, akkor bele lehet próbálni, körülbelül 50 darab ikon jöhet számításba, aki 85-ös és 86-os baby kártya. Ebből nagyjából egy olyan, az 50-ből körülbelül, hát egy ilyen nagyon maximum 10, amire azt tudom mondani, hogy érdemes lehet róla beszélni, látván, hogy az embereknek milyen csapatai vannak. Hogyha van 130 ezer coinod erre, akkor neked valószínűleg
mint szarcsapatod, ezek közül az ikonok közül nagyon-nagyon kevés az, ami beillik, meg lehet próbálni, nyilván van rá chance, try it, de amúgy szerintem semmi extra. Illetve ami még említésre méltó, az nem más, mint az Alabának ez a verziós kártyája, hogy ugye választhatod, hogy ez vagy az. Ugye a kettő között az a különbség, hogy az egyiken nagyobb a def, a másik, tehát az egyik kártyán nagyon nagy a def és kisebb a fizika, a másik kártyán pedig ugyanúgy 87-87 a def és a fizika is. Én ezt a lapot ajánlom, amelyiknek egál a def és fizika statja, ugyanis ezen a kártyán egy Anchorral már tud lengthy lenni az Alaba. Hogyha ezt a lengthy dolgot te szereted, akkor én mindenféleképpen azt mondom, hogy ezt használd. A másik Alabánál az a baj, hogy ott csak az Architect az, ami lengthy-vé tudja tenni, és a 81 pésze marad, úgyhogy én azt ajánlom, szerintem én is ezt fogom csinálni, még nincs kész, de úgy néz ki, hogy meg fogjuk venni. Én azt mondom, hogy ez az Alaba, ez egy nagyon durván, nagyon komoly kártya, iszonyat jó statjai vannak, és szerintem megérheti. Kicsi drága, 360 ezret ír rá a Foodbin, de én szerintem ez a kártya nagyon-nagyon-nagyon sokáig el fog téged kísérni, egy Anchorral lengthy-ként. Találkozunk srácok jövő héten is, jövő héten viszont hétfőn, mert amúgy hétfő a napja ennek a bizonyos weekly promónak. Köszi szépen, lehetek jók, szevasztok!